A köznyelv bolha ekcémának nevezi azt a problémát, amely során a bolha vérszívása során a nyálát otthagyja a kutya bőrében, és az arra érzékeny kutyák, általában német juhász fajták nagyon gyakran reagálnak így, egy heves viszketéssel, nyalogatással, és azt követő úgynevezett öntraumával lekopaszítják a farogtő fölötti tájékot. Macskák esetében érdekes módon ez a probléma úgynevezett miliáris dermatitis formájában jelentkezik. Apró, pici kis göbök keletkeznek az állat szinte egész test fölöttén, de leginkább megint csak a farogtő tájékára és a törzsre lokalizálódik ez a bántalom. Hogyan lehet gyógykezelni ezt a problémát? A gyógykezelés természetesen nagyon egyszerű, hiszen az alapokot kell megszüntetnünk, azaz a bolhásságot, a bolha jelenlétét kell kiküszöböljük, és nagyon-nagyon fontos, hogy ne csupán a kutyán, hanem a kutya környezetében. És sokan nem tudják azt, hogy a bolha ez a csodálatos lény egyébként, hiszen évezredek óta itt él a Földön, és azóta keseríti meg szinte már ősember korunk óta a mi életünket, illetőleg kedvenceink életét, a háziállatok és a vadonélő állatok életét egyaránt, hiszen nem csupán vérszívásával, hanem irritációjával is jelentős diszkomfort érzést idéz elő az állatnak. Természetesen a bolhák ellen nagyon sokféleképpen lehet védekezni. A legegyszerűbb az antiparazita sprék, rácsöpegtető készítmények, esetleg nyakörvek alkalmazása. Természetesen vannak ennél fejlettebb módszerek is, például azok a tablettás készítmények, amelyek idézőjelben téve kiherélik a bolhákat. Magyarul a bolhák ugye nem pusztulnak el, de terméketlen petéket raknak, és azok nem kelnek ki, tehát megszakad a fejlődési lánc. A bolhák elleni küzdelemnek nagyon fontos része az, hogy a bolhák szaporodását megakadályozzuk. A bolha nem a kutyán szaporodik, hanem a kutya környezetében, nem a macskán, hanem a macska környezetében. Ezért fontos, hogy a környezet sprék és egyéb környezetre ható készítmények segítségével a környezetben élő parazitákat is elpusztítsuk. A bolhák a padló réseiben, a szőnyeg bolyhai között, a bútorzatban és egyéb helyeken szaporodhatnak. Képzeljék el, egyetlen egy nőstény bolha akár 400 petét is lerakhat, hogyha nagyon beledurálja magát. Úgyhogy azért belegondolunk, hogy hirtelen egyből 400 lesz, és ugye ezek mind a kedvenceinket és minket csípnek meg, hát bizony kellemetlen pillanatokat okozhatnak. Ezért tehát a bolha elleni védekezés alapmomentuma az, hogy az állaton és az állat környezetében is végezzük el ezt a bolhátlanítást, ezáltal megszüntettük az alapokot, de még mindig nem szűnt meg az a súlyos csúnya bőrelváltozás, amit az öntrauma idézett elő. Ez már inkább állatorvos feladata, aki gyulladáscsökkentő injekciót ad, illetőleg egy helyi kezelés után, septolet, septisztítás után egy bőrnyugtató kenőcsöt, esetenként antibiotikumot is ad az állat számára, és egy pár nap, esetenként pár hét leforgás alatt nyomtalanul gyógyul a probléma.